A folyosó folyamatos beázásának a megszüntetését is szolgálta a tetőszerkezet felújítása a Tiszanagyfalui általános iskolában. A nyíregyházi tankerületi központ egy több mint 38 millió forintos pályázatnak köszönhetően az intézmény három épületében hajtott végre felújításokat. Megújultak a főépület és a telephely tantermei és bútorai, az iskola vizes blokkjai, az elektromos, illetve fűtéshálózat, továbbá udvari térburkolat is készült, megvalósult a tornaterem világítás korszerűsítése és a sportpálya oldalkerítésének cseréje. A nyíregyházi tankerületi központ azért igyekezett Tiszanagyfaluban is fejlesztési forrást, uniós forrást nyerni, hogy saját forrásaival kiegészítve minél jobb, korszerűbb körülményeket tudjon teremteni a tanulók és a pedagógusok munkájához. A köznevelési intézmények fejlesztése hozzájárul a megfelelő tanulási környezet kialakítása mellett a minőségi oktatáshoz szükséges értékközvetítő neveléshez, valamint a gyermekek sikeres jövőjének a megalapozásához is. Ha a fiatalok úgy érzik, hogy a saját életükben, tehát már akár az iskolában is sikeresek, akár egy területen kiemelkedőt alkotnak, vagy éppen a kompetenciában tudnak a készségekben előrelépni, akkor ők utána, ha felnőttekké válnak, sikeressé válhatnak, családot alapítanak, talán itt maradnak Magyarországon, akár itt ebben a megyében, és hogyha sikeres életet élnek, van munkájuk, akkor sikeres lehet az a település, ahol ők letelepednek, vagy megmaradnak, sikeres lehet az a megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében a felzárkózás gondolata van a fejemben, hogy közelítsünk az ország középső vagy nyugati részeihez, és végeredményben sikeres lehet egy nemzet, a magyar nemzet, sikeres lehet egy ország, amelyet úgy hívnak, hogy Magyarország. A megfelelő infrastruktúrális háttér biztosítása nagyban hozzájárul ahhoz is, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék a tanulói lemorzsolódást, valamint a végzettség nélküli iskola elhagyók számát.